Na kérem tisztelettel, a következő teszt, hát ezzel nem tudom, hogy ezzel fogok-e menni, ezzel az X-Cape 650-es Motomorinivel, engem inkább az érdekel ott az a Suzuki, ez a Shore 2-es, mi ez? D800 vagy mi ez? 8S, GSX mi? 8S. GSX 8S? Így van. Ez a Shore 2-es, ugye? Shore 2. 82 ló, kb. Ilyen 200 pár kilogramm. Aha. Ja, GSX-os, vagy GSX 8-es, jó. Oké, na mindegy, menjünk, aztán majd megbeszéljük. Gyorsváltó. Igen. És én azt tapasztaltam, hogy 2000 fölött már teljesen kiegyensúlyozottan tök jól megy, és fönn magasabb fordulaton pedig tök jó hangja van. Na, majd meglátjuk. Nézzük akkor ezt a GSX 8, már megint nem tudom elég, mindig nem érdekel. Motomorini, ó, oh, de gyönyörű, hogy kérem tisztelettel. Nézzük akkor ezt a járművet. Aha, értem. Hát ez biztos jobban fogja szedni a lábát, mint a kis izé. Szabad, Petya? 5000 alatt nem szabad. 5000 alatt nem, megértettem. Akkor húzassuk. Egy kis naked bike-os. Na, Fecó, megjött, jó. Na, szóval, mivel megint nincs a mikrofon bevezetve, ezért most még előre csak megyünk, és majd a hintánál beszélgetek. Az anya cipőjét. Ez nagyon ugrós ez a motor. Na, kis tutyákkal lehet arrébb menni, csókolom. Hogy. Ez nagyon ugrik. Hú, ez nagyon megindul. Ugye a Motomorininek a Seyen medzója, a 60 ló, mint később kiderül számomra, ez meg 80. Ez a Shore 2, és ugye erről beszéltem, hogy 800 köbcenti, nem 650, és ebből már 80 lóerő jött ki. És hú, de sokkal jobb ez a blokk, azt a mindenségét neki. Hoj, ez nagyon megindult. Ez pontosan az erőkülönbség, amit hiányoltam a másikból. És szerintem az X-Cape-nek is sajnos az a problémája, hogy olyan a motor, amilyen. Várjunk csak, hogy tudnak oda, hogy kell menni. Jó, sikerült. Elég, hogy felreálltam volna, egész jó. Szóval, új, de hogy hú, de harap ez a kis 800-as. Azt a hét meg a 800-t neki, ez nagyon meg tud indulni. Na, egy kicsit nekivetkőzök. Na szóval, megálltunk itt. Így van, így kell csinálni a fotót. Szóval megálltunk itt fönt a hintánál, és hú, tehát ez a kis 800-as, és ezt mondtam, hogy nekem ez az erő hiányzik a másikból, tehát a 650-es Seyen medzóból, hogy annak 60 ló az ereje, ennek meg 80 ló, és ez a 800-as blokk, ez oly, de bika. Ez nagyon bika, ugye, mert jó néz ki. Jól áll neki a lemenő nap fénye, ahogy már említettem korábban. Hogy azt kell mondjam, hogy
Nem rossz, nyilván egy ilyen kis könnyed nékid, meg stb. Tehát az, hogy most ezzel túrázni, vagy mit lehet csinálni, az megint más kérdés. Azt már mondtam, hogy én nem szeretem a városi motor kifejezést, mert ez biztos, hogy nem használnám városba. De ez úgy nagyon-nagyon szépen tud menni. Ja, finom a váltója, gyors váltója van, ráadásul ennek is lenn van a kipufogója, tehát lehet nyugodtan rá akár dobozokat is tenni. Nekem az eleje nagyon ilyen futurisztikus, tehát egy én nem bírok ezzel az új Suzuki dizájnnal megbarátkozni, de hogyha az egészet levágjuk onnan az elejét, akkor a többi arra azt mondom, hogy ez ilyen klafa. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy egész jó, olyan kis, nyilván hosszú távon kéne kipróbálni, menni kéne vele, vagy 3-400 kilométert, hogy el lehessen mondani, hogy milyen a kényelme, blablabla. Bla, bla, bla. Ennek szűkebb a kormánya, nem lehet úgy terelni, mint mondjuk a másikat, a Cayenne Mezzót, de ezt a blokkot átraknám abba, és akkor szerintem úgy meg is oldódik minden probléma. Na, nézzük akkor. Menjünk tovább, csináltunk pár snittet. Mit hagytam úgy? Jajajaj, valami nem jó. Jaj, nem áll, hogy ezt is üresbe kell venni. Hát ezen kikészülök. Tehát húzom a kuplungot, és hiába van sebességben, akkor sem engedi elindítani, hanem már pedig neki ezt másképp kell megoldani. Tehát mindenképp üresbe kell tenni, és csak üresben indul el. Nagyszerű. Na jó, innen most lemegyünk, és megyünk Szerencs irányába, Szerencs fele. Fecó, ne rohanjál már, annyira légy szíves. Hát ez nem igaz. Szóval megyünk Szerencs fele, megyünk egy kört, arra talán nem esik. Egy viszonylag nagyobb kört. Kíváncsi leszek erre a motorra, mert ugye körülbelül 2 kilométert se jöttünk kifele Mádról, és emiatt nem igazán sikerült úgy kipróbálni igazán. Itt azért itt szép a látnivaló. Azt mondja, hogy mondjuk itt ilyen 4000-es fordulatnál járok. De megindul. Azt a 700-át. Na ez az erő, amit én hiányolok a másikból. Hű, de jó lenne, ez a blokk lenne benne. És hű, de jó lenne, hogyha nem verne el minket az eső. Na szóval nézzük, tehát keskenyebb a kormány. Egyértelműen, ugye, a szélesebb kormányokhoz vagyok szokva. Nekem igazából azok tetszenek jobban, meg azokat érzem kényelmesebbnek, meg könnyebbnek. Ugye ezen gyors váltó van tényleg, le is? Az le is. De szép eső van ott azon a részen. Még előtte el kéne menni balra, Rátka fele, hogy ezt az esőt, ezt ne kapjuk nyakunkba. Szóval keskenyebb a kormány, az ülését kicsit keménynek érzem, de az én 180 centimmel amúgy egész jól elférek rajta. Ha egy kicsit tuhább lenne, vagy egy kicsit olyan, hogy mondjam, komfortosabb, akkor teljesen hibátlan. Azt mondja, hogy hát, mit is mondjak erre. Nézzük milyen, ajajaj. Na ez is egy olyan kijelző, ami egy csomó mindent mutat, csak nem igazán van időm azzal foglalkozni, hogy felfedezzem, hogy pontosan itt akkor ki mi micsoda mit csinál. Magam úgy nem is szeretem ezeket nyomkodni, hanem én azt szeretem, hogy itt kellett volna elmenni balra. Hát ez hihetetlen, komolyan. Hát ki van írva, hogy Rátka, erre megy tovább. Hát én még ilyet nem láttam. Fecó, gyere már vissza, nagyon szépen kérlek. Na szóval annyi a lényeg, hogy ugye látom, itt akár ilyen akkutöltést is mutat. Én nem vagyok most egy kicsit összeszedve, mert kicsit sietnünk kell. Remélem észrevette Fecó, hogy nem mentem utána és visszajön, mert itt kéne elmennünk, pontosan itt ezen az úton. Úgyhogy egy előnye van annak mindenképpen, hogy rajta ülök, hogy nem látom az elejét, mert nagyon nem tetszik az első lámpájának a motornak. És a többi az viszont igen, tehát hogyha azt leszámoljuk, akkor az egyébként tetszik.
Na akkor visszaalakultunk alakzatba. Szóval a gyorsváltó, nézzük csak a gyorsváltót, annyira hozzászoktam itt a... Aj, de finom! Á, nagyon finom, nagyon jó. Lefele is működik. Aha. Aha. Ha nem, nincs gáz, tehát nem elvesztük a gázt és úgy váltunk, akkor úgy nem jó. Tehát ezt tartva a gázt úgy kell váltogatni. Na mindegy, szóval jó a tércög ezen a motoron, nem érzem kényelmetlennek. Jó az üléspozíció, tehát hogy én egyébként ezt ilyen... Aj, de jó kis nyomatékos. Nagyon imádom az ilyen kéthengereseket. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszik ez a kialakítás. Hát a tükrökből abból egész jól lehet hátra látni. Nagyon tetszik a blokk. Nagyon tetszik a blokkja. Hú, és úgy felül egy kicsit úgy megjön a hangja. Szerintem elég keményre van hangolva amúgy a futómű. Mert azt érzem ezeken a kisebb útívákon, hogy azért megdob. Á, nagyon jó tép. Nem tudok egyébként ugye sok mindenről áradozni, de a blokkról mindenképpen, és megjön a hangja is. Na nézzük. Aha, itt szépen fekszi az utat. Igen, most nem tudom, hogy lehet állítani ennek a... Aha, nem lehet állítani. De a futóművet nem lehet állítani, keményre van gyárilag hangolva. És ezért azt kell mondjam, hogy úthibákon rossz, viszont jó minőségi úton, például amilyen ez is, azon például egész jó. Nagyon klassz, tetszik. Fú. Na, nézegessünk már egy kicsit a menübe. Aha, hát trip 1, fogyasztás, trip 2, megtehető kilométer, amit meg tudunk még tenni vele, aksitöltés, össz, kilométer, mindegy, hagyom ezen, nem akarom itt nyomkurászni, nézzük csak a módot. 1TC, SDMS, az meg mi. Ajaj, hát a traction control-t azt még tudom. Ez lenne a... Van A, van B, van C. Van B, van A. Aha, mint hogyha az A-ba lenne az, amikor nagyon meglódul. Jó, vagy egyébként nem rossz. Nem rossz, tényleg nem rossz ez a kis blokk. És szép. Jó, mondom még egyszer leszámolva az elejét, tehát szép. Nézzük akkor, hogy milyen a körforgalom. Ha hagyják esetleg az autósok, hogy kipróbáljuk, hogy milyen a körforgalom. Hú, amúgy jó. Jaj, de kis cuki. Jaj. Na most lehetett érezni, kiváló alkalom volt rá, hogy úthibán így pap, megdobálja egy kicsit a motort. Jaj, de nagyon megy, jaj. Szóval úthibán megdobálja a motort, de azt kell mondjam egyébként, hogy amúgy jó, csak rossz útra ne menjünk. Az ülés az egy kicsit kemény, azt már érzem, és mit akartam még? A féket akartam mondani, a féket, hogy az milyen. Hát, jó, na maradjunk ennyibe, hogy az elég jó a fék, hát így szépen meghúzva beleáll a földbe. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy tetszik. Jó a féke. Nagyon kis élhető motor. Na úgyhogy azt kell, hogy mondjam nektek, hogy ez a motor egész jó. Tehát nagyon klassz a blokkja. A futómű az jó útvonalon, jó úton, az nagyon-nagyon üt. A féke is nagyon jó, az üléspozíció is, mondjuk a magát, az ülést azt cserélném mindenképpen. De azt kell mondjam, hogy nagyon klassz kis motor ez, nagyon klassz. Na, most már megyünk vissza Mádra, befejeztük mára most már ezeket a teszteket, és megpróbálunk most már lazulni egy kicsit. De még nem köszönök el!
Na, még egy körforgalom. Megnézzük, miért megy. Zuty be a fékkel, jaj de jó, jaj de jó. Azt a mindenit neki. Hú! De tetszett! Nagyon szépen lehet dönteni, nagyon jól lehet vele kanyarodni, nagyon-nagyon tetszett, ahogy így veszi az ívet. És ráadásul utána, hogy megindul, jaj! Jaj de jó! Tetszik, tetszik! Csak könyörgöm, Suzuki! Az elejét! Cseréljétek le a lámpát, könyörgöm! Cseréljétek le! Nem jó, nem szép, nem tetszik. Oj! Jaj! Basta! Most már visszérkeztünk ide a Demeter-Erwin borbolt elé. Hát nagyon jó kis motor este. Nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Nagyon kis klassz. Leszámítva mondom az elejét, meg a nagyon kemény futóművet. Egy ilyen túl keményre hangolt futóművet, de meg ezt az elejét, én ezzel nem bírok megbarátkozni sehogy se. De nagyon-nagyon, nagyon tetszett. Na, neked mi volt az X-képpel? A 650-nel? Na, ennyit azért, ennyit ne beszéljél, mert teli lesz a SD kártya vele. Mindenképpen ezeken az utakon, ahol most mentünk, főleg amikor fölmentünk a hegyre, nyilván én élveztem, hogy nem tázott szét, valószínűleg úgy, mint téged ez a sportos motor. Egyébként nagyon tetszett szintén, hogy van benne gyorsváltó, bár elkövettem azt a hibát, és nem tudom, hogy te is voltál már, vagy jártál már így, hogy amikor egyesből finoman pöccinted kettesbe, akkor képes a gyorsváltó üresbe rakni, és az roppant bosszantó tud lenni. Nem tudom, hogy más is járt már így. Mindenesetre én, amikor visszafordultam, amikor túlmentünk az úton, én túlmentem, akkor visszafordultam, amikor gyorsan követni akartalak, akkor elkövettem ezt a malőrt. Egyébként nagyon-nagyon jó az egérmozia. Egyébként erő. Kellemes. Közepes, tehát hogyha egyedül megyek, és nem nagy csoportba túrázom, meg stb., akkor el tudok vele kirándulni, bárhova. Valószínűleg, hogyha nagy csoportos kirándulásba veszek részt, akkor kevés. Okay. Az egérmozi, hogyha jól tudom, az összepárosítható telefonnal, tehát hogy a hívásokat, meg stb. Mindent már mutat. Jó. Kényelem? A kényelemmel nincsen baj, a futómű, bevallom őszintén, hogy amikor síkúton mentünk, és ilyen kiegyensúlyozott, ilyen 65-ös tempóval volt benne egy kis hullámzás az egész motorról, és nem tudom, hogy most az út minősége behullámoztatja a motor, de valami furcsaság volt benne, ami nem tetszett, de mondom, ez egy ilyen, lehet, hogy nem túl reális környező 60 km/h. Én ezzel nagyon keveset mentem, csak legurultam a hegyről idáig, mármint hogy a tetőről. Tehát én nem nagyon mentem vele, nekem most ez a Suzuki volt a lényeg, ezt akartam kipróbálni, és ebben nem csalódtam. Ez most jó, ez most tetszik nekem. Ez tetszik. Lefűrészeljük az elejét, és ennyi. Na, úgyhogy most már ugye visszaérkeztünk ide a Demeter-Erwin elé, itt most már egy kis pihenő fog következni. És ennyi. Köszönöm, hogy velem tartottatok, motorozatok sokat, de is szevasztok! Drubeck termékek vásárlásánál használjátok a Naguruljunk kuponkódot, és 8% kedvezményt kaptok a teljes árakból. Köszönöm, hogy támogatjátok a csatornámat lájkkal és feliratkozással, valamint nyomjátok meg a csengő gombot, hogy értesüljetek a következő videókról is.